Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közösség! A POFOSZ 16. kerületi szervezetének elnöke Palla László, aki a járványhelyzetre való tekintettel, illetve egészségi állapotáról való tekintettel nem tud itt lenni, megkért, hogy az ő nevében is köszöntsem Önöket, úgyhogy az ő nevében is szeretettel köszöntöm Önöket itt az önkormányzat ünnepségén. Mert hogy azért jöttünk ma össze, hogy a 56-os forradalom 64. évfordulóján emlékezzünk. Emlékezzünk azokra, akik annak idején voltak elég bátrak, hogy kiálltak az ország függetlenségéért, szabadságáért és az igazságért, és hogyha kellett, akkor a legfontosabbat az életüket is adták azért az eszméért, mert ől úgy gondolták, hogy helyes. Bár a forradalom elbukott néhány dicsőséges nap után, megadatott nekünk, késői utódoknak, hogy emlékezzünk rájuk, mert hogy hősök voltak ők, és megadatott, megadatott azoknak, akik a hősök leszármazottai, hogy megéljék azt, hogy jó néhány évtizednyi hallgatás után, de most már 30 éve szabadon tudunk emlékezni azokra a hősökre, akik Budapesten és az ország más részein is kiálltak érettünk késői utódokért. De ilyenkor mindig emlékezni kell arra is, hogy mi végre volt ez az egész. Miért is tört ki 1956 október 23-án a forradalom? Természetesen a történészek összegyűjtötték, megvizsgálták, megállapították a különböző eseményekből fakadó következtetéseket és tényeket, és szépen pontosan körülírták, hogy mi miért volt. Én nem is vitatkoznék velük. Egy dologot emelnék ki ebből, hogy a magyar ember lelkivilága nem tűri a hazugságot. A háború alatt ugye a náci diktatúra után egy rövid, felemelő, szabad Magyarország után egy kommunista diktatúra következett, mert azt ígérték az embereknek, hogy szebb lesz a eljövendő, hogy újjáépítik az országot, és hogy soha többé nem lesz elnyomás, nem lesz diktatúra. Hazudtak. Nem mondtak igazat, és már akkor lehetett csak látni, hogy nem mondanak igazat, amikor már kegyetlen elnyomás volt Magyarországon. Amikor már az az időszak volt, amikor jött a nagy fekete autó hajnalba. Amikor csöngettek, s néhány embernek csöngő fránsz volt emiatt. De mivel is kezdődött a hazugsággal. Azzal, hogy nem mondták meg az igazat, mi több, pont az ellenkezőjét mondták annak, ami az igaz volt. Mi több, pont azokat vádolták hazugsággal, akik igazat mondtak, és pont azokat vádolták a kommunisták Rossz cselekedettel, akik a jót tették, és pont olyan dolgokkal vádolták a kommunisták, a nem kommunistákat, amit ők maguk tettek. Emlékezzünk erre, hogy a hazugságból mindig diktatúra épül. Az igazságból meg demokrácia. És bár szabadságban élünk, és hazugságot hallunk, Mondja azt bárki, mondja a hatalom vagy a hatalom ellenzéke. Mindig tudjuk, hogy ha ez a hazugság ez tartós, akkor abból csak diktatúra épülhet. Mondja ezt bárki, még nagyon kedves, széles mosolyjal, de a hazugság az hazugság marad. És ha mi kellően nem figyelünk, akár most is, akkor előbb-utóbb a hazugok kerülnek hatalomra. És akkor megint diktatúra lesz. Ezért arra kérek mindenkit, hogy kellő figyelemmel tekintsen a mindennapokba, és mindenkinek legyen feladata az, hogy leleplezze a hazugságot. Mondja ezt a hatalom vagy a hatalom ellenzéke. Mert a hazugságból mindig diktatúra lesz. Köszönöm, hogy meghallgattam.